Nem régen volt felújítva a torony teteje. Jó, tehát megérkeztünk Jászíványba. Ez egy kis falu a Jászság szívében, és azért jöttünk ide, hogy tanuljunk. Ezt mondtam én a polgármester úrnak is telefonba, és csodálkozott, hogy mi ide ott, Nagy Lajos, és igen, mi ide jöttünk tanulni, mert itt példaértékűnek sejtjük a közmunkaprogramot. A Jászvilág találkozón találkoztam ugyanis a gyönyörű hímzett dolgokkal, és akkor döbbentem, ezt közmunkások startmunkaprogram keretében. Hihetetlen. És úgy gondoltam, hogy volna itt mit tanulni, ezért is jöttünk el Jászíványba, hogy megnézzük, hogy hogy működik itt az közmunkaprogram, hogyan tudnak értéket teremteni és értelmet adni a közmunkának. És produktívan. És Tari András polgármester úrhoz jöttünk akkor, hogy tanuljunk és mutassa be, hogy ez hogy működik ebben a faluban, és mutassa be a falut is egy kicsit. Hát szeretettel köszöntöm a Lajos Mizsei nézőket, és örülök, meg tényleg megtiszteltető számunkra, hogy ide ellátogattak, hogy fölkeltettük a figyelmüket. Természetesen nem ez volt a cél a Jászvilág találkozón se, de azért jól jött, hogy megcsodálták, megtekintették a saját dolgozóink által készített termékeket, és hát nagy örömmel veszem, hogy ellátogattak ide, és nagyon szívesen bemutatok önöknek mindent és mindenkit. Ha pár szóban mesélne egy kicsit a faluról. Jászívány, a Jászság legkisebb települése, mintegy 420 lakossal rendelkezik. Itt a Heves megye szélén vagyunk. Ha jól láttuk, akkor itt gyönyörű kövér fekete földek vannak. Nem tudom, hogy a művelődési ház van itt a háttérben, de hogy iskolája van-e a falunak? Iskolája nincs már sajnos, ezt bezárták még 2007-be, amit azóta is sajnálunk egy kicsit, de azon leszünk, hogy Jászívány település egyre nagyobb legyen, és az iskola is visszakerüljön a településre. Ez egy nagyszerű cél, és van valami nagy vállalat itt a környéken, ami jellemző és meghatározó a falu életében, és nagyon sok embernek munkát ad, vagy azért ingáznak innen is? Jászíványon mindig is a mezőgazdaság volt a legbefolyásosabb álláskínálat. Ugye itt dolgoztak az emberek mindig a háztáiba is, meg a helyi termelőszövetkezetbe is, de ugye sajnos ezek már egyre beszűkülő perspektívát nyújtanak, de van egy asztalos üzemünk, ahova helyiek járnak dolgozni. Továbbá itt az önkormányzat ad még ugye a közmunkába az embereknek munkalehetőséget. Nagyon sokan eljárnak dolgozni Jászberénybe, ugye különböző gyárakba, és Jászapátin találnak még munkát maguknak. Értem, hát akkor ha megemlítettük a közmunkát, akkor menjünk is ki, és akkor nézzük meg, hogy hogy működik ez a közmunka a valóságban. Jó, tegyünk egy kört. Gyakorlatilag most a jásziványi földterület a növénytermesztő részlegnek a kukoricatörésénél vagyunk itt. Ugye elérkezett a kukoricatörés szezonja, amit az emberek most betakarítanak, és a helyi állattartó telepen fognak majd hasznosítani. Értem, és ha jól látom, ott az a szomszédos föld az nem kukoricás, az ott milyen föld ott a háttérben? Igen, jól látja, az ott a cirokföldünk, mert a dolgozók foglalkoznak seprűkötéssel is. Magunk megkötjük a saját cirok-söprűjénket. Önkormányzati földön megterem a kukorica, a cirok, és ezt mind-mind a közmunkások termelik. Így van, de a kukoricán és a cirkon kívül van még színes paprika ültetvényünk, konyhakerti növények. Az itt lévő emberek, ők közmunkát végeznek, tehát akkor az állam finanszírozza az ő bérüket. Tehát lényegében az a munkaérték, amit ők belefektetnek, azt az állam adta. Jól értem? Igen. Teljes mértékben állami finanszírozásból történik a startmunkásoknak a foglalkoztatása. Település vásárolhat még további, minden fő után X összeget kap, és akkor további eszközöket, beruházásokra költheti a település. A munkának értelme van, hogy tényleg lehet látni, hogy a kukorica, amit leszednek, akkor az hasznot hajt. Ez jobb, mint hogyha csak mondjuk a falunak a fő utcáját söprögetnék, gerebjéznék, hogy persze az is szép, de annak azért ott sok haszna nincs. Hát jobb természetesen sokkal jobb, ugye, mert az állatokat is, amit tartunk, annak van ennivalója, ugyebár. Akkor van olyan is, hogy paprikát termesztettünk, ugye, azt is tudjuk hasznosítani, ugye, persze, hogy jobb.
ez természetes. És akkor így a faluban munkahelyek így létesültek persze a közmunkának köszönhetően. Így van, ez azért jó, mert ugye nekem is kisgyerekem van, és nem találok olyan munkahelyet, ahol a gyereket is, hogyha beteg, vagy akármi történik, akkor ugye nem mindenhol engednek el, igen, vagy valami. Igen. És akkor így 7:30-tól ugye 4-ig vagyunk, tudunk nyugodtan dolgozni, a gyerek elmegy iskolába, hazajön, és akkor tanulni is tudunk vele. Ez nagyszerű, és ez azért itt van helyben. Itt van helyben és a másik meg ugye itt van, igen, helyben, és akkor ez nagyon jó, nem kell eljárni sehova. Idei év egyik termése itt látható a mellettünk álló góréba, ami nem is fog már nagyobb utat bejárni, mert itt a szomszédos olba vannak a disznók, amiket ők fognak megkapni, akik majd anya disznóval fognak érni ezen a szép kukoricán. Disznólat bővítjük a leendő szaporulatok, malacoknak a számára, és akkor a kerítést is már itt elkészítettük egy részét, le vannak a vasoszlopok betonozva, erre majd jönnek a deszkakerítések körbe az egész birtokot. Ebbe az épületbe történik a fazekas mesterség elsajátítása. Vagy szeretném az ilyen apró szépségekre felhívni a figyelmet. Szintén a helyi dolgozók újították fel ezt a fürdőszobát, ők csempészték le, és burkolták be még a kagylókat is, ők szeretnék. Ők mesteremberek, vagy csak spontán? Van közte egy kőműves, igen, és ő tanítja be a többi segédmunkásait az ilyen apróbb kőműves dolgokra. Tehát akkor a munka folyamán tanulnak is az emberek. Így van. Így és van. Aki ebben mondjuk segített, az lehet, hogy otthon leburkol magának legközelebb. Mindenféleképpen olyan közmunkát, olyan értékteremtő dolgot akarunk is csinálni, mivel ők is gyarapodnak, tudnak, tanulnak belőle, és akár otthon vagy a továbbiakban ezt tudják kamatosztani. Értem. Tehát akkor nem bennülnek egy terembe és napocskát rajzolnak, nem, hanem munka nem közben tanulnak. Így van, folyamatosan munkálnak. Egy sorban nagyon ügyesen tetszik csinálni a tésztát, jó? Hát nagyon olyasmi, igen. Hát mi történik itt, mi lesz ebből? Ezekből hűtőmágnesek és ilyen kis ajándéktárgyak mindők. Ugye Katalinnak ez a szakmája is, ő oktatja a többi dolgozót a fazekasság rejtelmébe ületetik bele. De látunk ott a háttérben ilyen házszámokat, az például hasznos lehet. Így van, és akkor ugye egy kézi munkával lehet csinálni, azért csináltunk sablonokat, akkor ez alapján lehet tisztítani. Akkor csináltunk ugye egyedi táblákat, hát ezek ilyen kísérletezgetések még egyelőre, de meglepő nagyon keresik már is ezeket a házszámokat itt a helyiek, mikor kérdezősködnek, hogy mit. Bizonyára másfelé is keresnék, nálunk is ekkor. Minden bizonyal nálunk is óriási hiány van házszámokból, tehát utcákban sok-sok házon nincsen házszám, és hogyha mondjuk egy helyi előállítású, igényes, szép kerámia házszám lenne, biztos, hogy lenne rá kereslet, hiszen házszámot kirakni kötelező. Településen belül vannak méhészek, és őnek így álltunk majd ilyen méztartó csuprokat, ő a fő tevékenysége a kis fazekasiparnak. A Jánszivárnyi termelő üzembe. Hát pedig szép is. És fazekasok vannak Lajos Mizsén is. Szakkör is van. Fazekas szakkör is van. Tehát az oktatóbázis adott lenne nálunk is. Most vágom le a damillal, és akkor az aljáról ugye így lehet majd fölemelni. Könnyen. Szürke marha fej, racka birka fej, és alatta ilyen, ez micsoda is?
Tehát mit látunk itt most? Itt egy lókikötőt látunk? Gyakorlatilag igen, mert a településen vannak többen lótartók, meg átutazók is nagyon sűrűbb megfordulnak, és ugye itt a hátunk mögött van a helyi italbolt és a élelmiszerbolt, ahol itt ki lehet kötni a lovakat. Meg tudják itatni. Itatni is. A ló is iszik, nem csak a gazdája. Így van. Startmunkában volt egy ilyen, hogy a csatorna víz elvezető árkok tisztítása, és az ebből kikerült faanyagokból vágtuk össze, mint a hátunk mögött látható kerítés is ennek a terméke. Ami egy nagyon szép kis kerítés, és a kerítésen látom ezt a szemlogót, ez a szomszédok egymásért mozgalom, ha jól tudom. Pontosan, ez arra hívja fel a figyelmet az ide betévedő, nem igazán becsületes embereknek, hogy jobban járnak, hogyha figyelnek, mert őt is figyelik folyamatosan. Értem. Tehát ennek egy jó közbiztonságjavító funkciója van. Igen. Mit is látunk itt, Zoltán? Amikor bejöttünk a faluba, akkor itt ugye rögtön ez fogadott minket. Ez Jásziványnak a címere. Egyébként egy kopjafán, itt a gyönyörűen kifaragott tökök. Itt várják a Halloween-t. Szintén egy régi parasztház volt. És ahogy belépünk, egy tájjellegű téglajárdán járunk. Hát én otthon is egész nyáron a téglajárdát pakoltam le. Ez egy nagyon olcsó, de nagyon hasznos felhasználási módja a bontott téglának. És ez egy nagyon szép parasztház. Gyönyörű, faragott. Kis gang kerítéssel. Polgármester úr, hogy történt ez a motívum? Mi ennek a története? Meg a járdának? Ennek az a története, hogy ezt mindent a kedves dolgozók szó nélkül csinálták meg. Egyik délután jöttem és láttam, hogy ők már ide készítettek egy gyönyörű korlátot. Ugye tudták ők is, hogy az épületet tájjellegűen fogjuk felújítani, és akkor az egyik közmunkás beszaladt a könyvtárba, mondta a könyvtárosnak, hogy rajzoljon ki neki egy tulipán sablont. Ő kirajzolta, nem is tudta, hogy mire kell, aztán visszajött és ebbe a deszkába szépen belevágta. Utána másik héten jövök, és ez a gyönyörű járda fogadott, amit a bontott téglából rövid kiraktak neki. És ha jól látom, azért mellette így betonkockákból is vannak ilyen járdák lerakva, meg hogyha a kamera megmutatja a másik irányba, a téglajárda folytatásaként ezek ilyen teljesen egyszerű kis betonkockák, amit bárki, aki tud betonkeverni, elbír készíteni. Így van. Azért megkérdezem, hogy hol vagyunk most? Mit látunk itt? Mi ez a terület? Jászivány a köz startmunka program keretén belül ezt a házat vette meg legelőször. Mindenféleképpen szerettük volna úgy felújítani, hogy a régi mi voltába. Ebben valamikor laktak, de sajnos az idős bácsika innen elment, és akkor ezt megvásároltuk, ugye kis pénzért. Nagyon vigyáztunk rá, hogy a település képe, a régi képe megmaradjon, az épületek ne menjenek tönkre, és akkor gyakorlatilag a startmunkás dolgozóinknak itt van a bázisa, a birtoka, itt történik reggelente az eligazítás, itt van a raktár, innen viszik el a szerszámokat, és itt vannak az állatok is. Eljöttünk hátra, és itt mindenféle állatot látunk, itt rackabirka, tyúkok, lovak, minden van. Hogy akkor ez most mi is? A Jászivánnyi közmunka programban az állattenyésztésnek a legfőbb tevékenysége a hortobágyi racka tartása és a gyöngytyúk keltetés, de mindenféleképpen törekedtünk arra, hogy olyan telepet hozzunk létre, hogy esetleg a városból ide látogató gyerekek, felnőttek tudjanak találkozni többfajta állattal. Ezért tartunk még itt különböző birkafajtákból egy pár darabot, kecskéket, gyöngytyúkot, kacsát, libát. Van itt egy kis póniló is, akit a nyáron a gyerekek nagyon szeretnek meglovagolni. Érdekes kerítést látunk, mi ez? Ez is a dolgozóknak a kezemunkáját dicséri, szintén a csatornákból, amit kivágtak, súrják ugye a határból, a földutak mentén. Azok ide belettek hozva, és abból lett csinálva egy ilyen erősebb kerítés. A háttérben látható igen a begyűjtött cirok, amit szárad, utána jön a fésülés, kifésülik a magokat belőle. Ezeket a magokból egy részét elrakjuk vetni jövőre, más része pedig megy az állatoknak élelmezésre. Ez a paprika termésünknek szintén egy része. Itt bent ebbe a terembe szoktak egyébként a kolleginák dolgozni, meg itt szárad velük együtt a paprika, amikor ugye be van gyújtva a sparhelba, és amíg szárad a paprika, vagy nem tudnak a földeken dolgozni, addig pedig ilyen szép jássági, hímzési dolgokat készítenek. A táskákat, a dolgokat ugye a két varrógéppel készítik, a hímzéseket pedig kézzel mindenki itt ülnek az asztaloknál, és szépen hímezgetnek.
és innen lehet egyszerűen hihetetlen, szinte nyersanyag áron venni itt nagyon szép jász hímzett dolgokat. Ez itt a reklám helye egyébként, de tényleg hihetetlen. Hát igen, nem annyira bevételre mentünk, hanem arra, hogy minél jobban reklámozzuk eleve a települést is, meg ezáltal ugye magát a jász hímzést is. A fűszer paprikából pedig ugye le lesznek darálva, és a nagyon finom jászsági birka pörföldnek az egyik elengedhetetlen tartozéka. De ezek a paprikák azok, amit ugye hamarabb megértek a nyáron, és akkor ők állnak hozzá legközelebb, hogy majd ezeket ledarálják. Ezek már aránylag szárazak, ezután jön a csumázás, még egy kicsit berakják a sütőbe szárítani, hogy jobban száradjon, és utána jön a daráló, ledarálják, és ilyen kézzel készített hímzett tasakokba fogják majd belerakni őket. És akkor, ha jól gondolom, akkor a sparhelyben is, meg ott a paprikaszárító sütőbe is közmunka által kitermelt fával fognak fűteni. Igen, igen, így van. Ezekben a tasakokba lesznek majd bele rakva. Először nylonba is, ugye nylonostól pedig ebbe a szép, nagyon szép kézzel készült tasakba. Hát igen, ez gyakorlatilag egy grafika, egyik startmunkásnak a kezemunkáját dicséri ez is, mert tudtam, hogy nagyon szépen, nagyon jól tud rajzolni, festeni, és akkor mondtam neki, hogy mi lenne, ha már így megújult a Műöldési Házunk, akkor egy ilyen szép jász motívumot fölfestenénk, akkor így megvettük a festéket, ő pedig ugye ezt fölrajzolt és szépen kitöltötte ezzel a zöld festékkel. Ez is egy értékteremtő közmunka, sőt, ez igazán. Volt egy fotó bemutatónk is a helyi régi képekből. Iványi jásznap, jól látom? Igen, az meg most lesz november 19-én, most fogjuk tartani. Az is egy nagyon nímos rendezvény lesz a településnek. Hát ajánlom mindenkinek, meg szeretettel várunk arra is mindenkit. Nagyon változatos programok lesznek. Én úgy gondolom, hogy itt Jász Iványon, itt mindenki milliómos, hiszen itt gyönyörű tölgyerdő van a polgármester úr mögött, ami tele van kincsel. Mivel is? Szarvasgombával. A Hoppá. Nyári szarvasgombának a egyik legnagyobb része itt található a Jász Iványi tölgyes erdőben. Csodálatos. Itt volt az a híres eset, amikor... Igen, az ország, de ezzel együtt Európa legnagyobb fekete szarvasgombáját ebbe az erdőbe találták meg, ami 1,28 kg-os volt, amit ugye tovább ajándékoztak, felajánlottak, nem eladták, ugye a nagy összegér, hanem a Vajdahunyadi Várba található mezőgazdasági múzeumnak ajándékozták, ahol pedig kiállításra került, tartósítás után a szarvasgomba. Hát én kívülállóként úgy képzelem el, hogy Jász Iványi vagyok, kijövök az erdőbe és milliómos leszek. Nem lehet, ebbe az erdőben nem lehet gombászni, mert a NEFAK-tól ugye, aki az erdő, a Szolnok megyei erdőgazdasági, ő ezt kiadta egy KFT-nek 5 éves bérletre. És csak ő, így van, csak ők gombázhatnak. Hát hogy mennyire lesz milliómos, mennyit találnak, azt nem tudom, meg hogy mennyire tudják értékesíteni, de keresik azért a gombát. Hát azért ez a szenzáció, ez már azért nem mindennapi dolog, azért igen. Ez már nagy dolog. Ez egy kis reklám volt a településnek. Igen. De jó. Jó. Szintén a helyi dolgozók által kiszedett fákból készült kerítésnél van itt a Jász Iványi tájház, ahová most be fogunk lépni. Itt ezen a földön szoktak a dolgozók konyhakerti növényeket termeszteni, úgy mint a padlizsánt, krumplit, répát, amit ugye a közösségi rendezvényekkor föl szoktunk használni a pörkölbe vagy egyéb ételekbe. A tájházunkat, vagy akkor még romos épületet 2011-ben vásárolta az önkormányzat. Ugye nagyon romos épület volt, csúfította a település képét, és azért gondoltuk, azt nagyon aránylag, tényleg nagyon jutányos áron meg tudtuk vásárolni, hogy akkor inkább megvesszük, és akkor hasznosítjuk, amire tudjuk. Ugye találtunk egy pályázatot, sikerült a Líder pályázatba ezt az épületet felújítani, és akkor most ebben rendeztük be a Jász Iványi tájházat. De nem csak a tájház található itt, hanem szintén a közfoglalkoztatásban ennek az udvara is be van vonva. Itt valami nagy tűz lehetett legutóbb, ugye? Pontosan, ezt a kemencét is egy pályázati támogatásból vásároltuk meg a település számára,
És ugye amit a közfoglalkoztatásban állatokat fölnevelünk, sajnos ők gyakran itt végzik, ez az utolsó állomásuk, mert amikor hozzánk látogatnak akár testvértelepülések, vagy bármilyen rendezvényünk van falunak, ezt a kemencét szoktuk használni. Szombaton is ilyenkor be vannak hívva, meg vannak kérve, de sokszor jönnek önszántukból is a közmunkások, akik ebbe sütik a kenyérlángost, az ami nagyon, nagyon nagy sláger benne, meg nagyon finom. Továbbá a sült kacsa, a sült liba. Nagyon kedvező ételek. És szoktak itt osztálykirándulások, vagy nyugdíjas csoportok is jönni kirándulni? Igen, hál' is ennek a megyéből, a környező településekről nagyon sokan szoktak ellátogatni hozzánk. Iskolás, óvodás csoportok, ugye megnézik egyszer a tájházat, elmennek az állattartó telepre, ott a különböző állatfajokkal ismerkednek, majd a végén a focipályára és a játszótére, megőrült játszótére látogatnak el, ahol egész napos programot el tudnak tölteni, mert a szülők ugye bográcsolnak, nyársalnak, a gyerekek pedig vígan szaladgálhatnak a zöldbe. És mi látszik rajtuk, jól érzik magukat? Nagyon jó. nem is nagyon akarnak elmenni, az igazság. Itt szokták gyúrni bent a alsó épületben a tésztát, a kenyérlángosnak, a pogácsának, a kenyérnek. Augusztus 20-ára a kenyereket itt süttük, a kis cipókat, gyönyörű kenyerek voltak. Tehát tényleg nagyon jó. Mit mondjak, jól élni? Igyekszünk a körülményekhez méltán. Itt állunk a tájház verandáján. A jobbra tekintünk, ugye itt a, inkább a női foglalkozási eszközök vannak, amikkel foglalkoztak, meg a komra, ugye, ahol az élelmiszeri tárgyakat, régi dolgokat tartották, teknők, disznóvágáshoz, hurkatöltő. Ez a férfi oldal? Számok. Hát ha úgy tetszik, igen. Hát. Leghamarabb talán a férfiak dolgoztak többet, igen, a kéziszerszámoktól kezdve az állat tartó dolgokon át. Ez volt a kaszakőtartó, vagyis fénytartó? Kaszafénytartó. Hát, fén is úgy ismerem, vicce. Ja, bocsánat. Fenkő, fénkő. Ez a Lehel kürtjének egy kicsi nyitott hát. Nem egészen. Nem? Nem, mert az lyukas és abban lehet kürtani. Igen. Amikor megtudták a helyiek, hogy itt tájház lesz, egyenként jöttek sorba, hogy ki ezt tud felajánlani, és akkor mindenki, hol valaki csak egy kis párnát tudott adni, de annak is nagyon örültünk, a Jász kapitányunk pedig gyakorlatilag majdnem egy egész szobát rendezett be bútorokkal, amit ezúton is köszönünk neki. Ez a tiszta szoba. Igen. Mik a tapasztalatok itt a Jász összefogásról? Ugye az egyik Jász kapitányunk adta itt az egyik szoba berendezését is. Igen, a Jászokról ugye tudva levő, hogy eléggé összefogott nép itt a Magyarországon belül. Ezt mind érzem én is minden nap, amikor akár a többi polgármesterekkel találkozok is. Sokkal jobban vigyázunk egymásra, vagy segítjük egymást. Én úgy gondolom, mint esetleg más polgármesterek, vagy más területen élők. Ezt gondolom abból is adódik, hogy amikor a Jászok ide betelepültek, jobban egymásra voltak utalva, és ez föllelhető a mai napig is itt a Jász emberekben. Ezért is örültem, amikor Lajos Mizséről ugye szóltak, hogy jönnek, mert ugye Lajos Mizsé is rendelkezik Jász gyökerekkel, elég erős. De ez a mai napig megtalálható. Sokan mondják a településen is, hogy amikor elmennek valahová ügyet intézni, akár Nyíregyházára, akár Budapestre, vagy bemennek egy állatkertbe, egy étterembe, és akkor ott valahogy kiderül, hogy az ember, az illető, mit tudom én, Jásziványról jött, vagy esetleg Jászladányról, akkor ugye a másik meg mindjárt rászól, hogy tényleg én pedig Jászapáti vagyok, vagy János Hidai. És akkor mindjárt tegező viszonyra vált a beszélgetés, és akkor mindjárt jobban, zökkenőmentesebben haladnak a bürokratikus dolgok is. Sokkal kellemesebb, kényelmesebben. Mik a tervek a jövőre nézve? Hát mindenképpen azt szeretnénk, hogy a település ne néptelenedjen el egyszer. Ugye nagyon sokan a fiatalok elmennek nagyobb városokba munkát találni vagy dolgozni. Azon vagyunk folyamatosan, hogy itt is minél több munka lehetőség legyen. Tisztában vagyunk azzal, hogy nagy befektetők ide Jászhiványra nem tudnak letelepedni ugye a helyhiány miatt. De azon vagyunk, hogy segítsük a környező településeket, hogy ott munkahelyek nyíljanak, és akkor a helyi lakosság át tud járni dolgozni. Szeretnénk továbbá a turizmust, az idegenforgalmat itt fölfejleszteni a településen, ezért is csináltuk a fazekas házat, és kanzai jelleget akarunk itt a településen kialakítani, ami ugye ide vonzaná talán a turistákat, vagy a letelepedni vágyókat. Ebben nagy segítségünkre van még a közbiztonság. Magyarországon ugye ilyen közbiztonságú település elég ritka, mint Jászhiványon. Itt tényleg nem szokott történni semmi, atrocitás, semmi, bűncselekmény.
De viszont azt szeretnénk, hogy minél többen itt helyben maradjanak a fiatalok, itt meg tudják találni maguknak a legfontosabb dolgokat. Ezért is rendezünk annyi programot, minél színesebbeket, hogy mindenki megtalálja magának megfelelő programot. És miből tudják mindezt elképzelni, miből valósítják meg? Folyamatosan fejlesztünk, figyeljük a pályázatokat, a Start Munka program is egy ilyen kiinduló pont nekünk. Itt Iványon nincsenek hegyek, nincsenek folyók, nincsenek tavak sajnos, fürdőzők, de ugye abból fogunk gazdálkodni, ami van. Köszönjük szépen. Igen, én köszönöm.